Holnap azonban sor kerül rá, ugyanis Újhelyi István szocialista európai parlamenti képviselő és Deutsch Tamás, a fideszes EP frakció tagja fog leülni egymással szemben. Nemzetek Európája vagy Európa nemzetei. Elvileg erről folyik majd vita a két európai parlamenti képviselő között, azonban a mai néppárti frakció ülés után meg lennénk lepve, ha nem kerülne elő a Fidesz kizárása, a kormányzati gyűlöletkampány, a CDU és az MTA ügye, illetve persze Soros György neve. A szervezők szerint a társadalmi párbeszéd hiányát és silány minőségét már az ország jövőjét évtizedekre meghatározó EU csatlakozási népszavazás mindössze 45%-os részvétele is megmutatta, 15 évvel a csatlakozásunk után pedig az unió története talán legproblematikusabb időszakán megy keresztül. Nyakunkon a hatalmas emberi szenvedéssel járó migrációs válság és a jövőnket veszélyeztető klímaváltozás, keleten Oroszország fokozódó biztonsági kockázatot teremt, szomszédunkat, Ukrajnát direkt módon támadva, nyugaton pedig egy más jellegű probléma, a Brexit borzolja a kedélyeket, sorolják a problémákat a vita szervezői az esemény Facebook oldalán. Ebben a felfokozott nemzetközi hangulatban sokak szerint az EU válaszút előtt áll. Tovább erősíti nemzetek feletti voltát vagy visszavonulót fúj és a tagállami döntéshozókra bízza magát. Várhatóan ebben is véleménykülönbség fog kialakulni az Újhelyi és Deutsch közötti vitán, amelyre a szervezők mindenkit szeretettel és nyitott elmével várnak.